A műsorvezetőként is ismert Endrei Judit az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretén belül érkezett Városunk Könyvtárába. Televíziós pályafutását 1998-ban fejezte be, és nem is tudta először, mit fog csinálni az elkövetkezendő években. Ekkor döntött úgy, hogy tollat ragad, így született meg az Annó 2000 című első önálló könyve. Az évek elteltével pedig számos nagy sikerű műve született. A Korhatártalanul könyv a hetedik könyvem. Ez nem akarok úgy fogalmazni, hogy a kedvenc könyvem, de a hetes mégis a szerencse számom, tehát szeretem ezt a könyvet, és most legfőképpen azt tölti ki az időm jó részét, hogy ennek a könyvnek megtaláljam a gazdáit, akik valóban szeretnének az aktív idősödéssel megismerkedni, megbarátkozni. A könyv ötletek vannak, azokról akkor szoktam kezdeni mesélni, amikor már biztos vagyok benne, hogy meg is születnek. A Korhatártalanul szerzemény előzménye a 2008-ban elindított programja volt, ami elsősorban az 50 pluszos korosztályt szólítja meg. Ennek köszönhetően az ország több pontján tartott már előadást, és Makóra is ezzel érkezett. A könyvtár olvasóterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, akik az egészséges, boldog élettitkáról beszélgettek Endrei Judittal. Korábbi munkáink alapján sokszor találkoztunk olyanokkal a korosztályunkból, akik így középkorúan, vagy utána elbizonytalanodnak, feladják, kilátástalannak gondolják az idősödés időszakát. De a velünk való találkozásban megerősödtek, hogy igen, valóban érdemes, igen, tényleg figyeljek a környezetemben élő olyanokra, aki épp most megy nyugdíjba, épp most kezdi leereszteni a karját, az orrát, épp most kezd depresszióba belesüllyedni. Tehát ezek nagyon jó hangulatú, nagyon sok energiát adó találkozók voltak, vannak és lesznek. Az előadó azt is elmondta, mindig jó érzéssel tölti el, hogy a közönség találkozókra ennyien elmennek. Hálás azért, hogy őszintén megosztják vele örömeiket és gondjaikat a résztvevők, ő pedig segíteni tud abban, hogy 50 felett is korhatártalanul éljenek.